2014-es áprilisi országgyűlési választásokkor így gyöngyösen pár barátommal azt gondoltuk, hogy falfirkákat fogunk elhelyezni. Elhelyeztük olyan feliratot, hogy No Vona No Cry, akkoriban volt egy ilyen Jobbik ellenes dal is Magyarországon, és készítettünk sablonnal egy olyan ábrát, ahol egy ember egy szemetes kosárba egy horog keresztet dob be, alatta pedig az a felirat volt, hogy április 6-a felkiáltójel. A helyi jobbikos vezető Kévés Tamás jelentett föl engem rongálás címén. Az nagyon érdekes, hogy ő rongálás engem följelentett, de a fedlapok, az aszfaltnak a tulajdonosai, ők maguk nem jelentkeztek azért, tehát se az önkormányzat, se a Telekom. Egyedül Kévés Tamás gondolta úgy, hogy ez rendőrért kiállt ez a nagy bűncselekmény. Ott, ahol egyszerű falfirkát, ami festékkel van felhordva, most már nem is látni a felét se, tehát erre az önkormányzat azt javasolta, olyan megoldás javasolt erre, hogy az aszfaltot fel kell bontani és újra kell aszfaltozni. Már az a kérdés az, hogy csatornafedél cserével próbálják ezt az egyszerű. Szerintem ez egy gyerekcsíny. Tehát ez az, hogy én most ezért bírósága járok, szerintem ez már önmagában nevetséges. Szerintem az ítél az teljesen helyes, korrekt, mivel ez nem bűncselekmény, rongálást nem követtünk el, ezért az ítélet az maga helyes, tehát hogy felmentettek ez a vád alól. Van ellene még egy feljelentés, szórólapokat készítettünk és osztottunk, és Vona Gábor úgy érezte, hogy azok, amik szerintünk tények, amiket mi ott közöltünk, ő szerinte az rágalmazás. Pont a Jobbik politikáját ismerve és figyelemmel kísérve egyszerű tényeket közöltünk. Magánszemélyként, civilként mondtam el a saját magam véleményét, abban is szerintem felmentés lesz. Én azért fordultam a TASZ-hoz, mert úgy gondoltam, hogy ez egy nekik illő feladat.